Na, srácok, úgyhogy ez a harmadik nap. Ezt én úgy gondoltam, hogy elhozzuk, egy nap megyünk vele, mit tudom én, leteszteljük, és kész. És úgy is meg fogunk tudni róla mindent. De nem. Nem, egyáltalán nem. Az első nap örültem, hogy, illetve nem az, hogy örültem, hogy tudom vezetni, hanem elvezetgettem, tök jó, zsír, izé, mentem vele, aztán ennyi, hazajöttem, töltöttem. Igazából elszomorodtam, hogy mondom, basszus, ennyit kell tölteni. Van, hogy 200-300 kilométert elmegyünk egy nap, tehát ehhez viszonyítva nekem úgy tűnt, hogy ez nagyon kevés lesz. Második nap már úgy ráéreztem, hogy hogy lehet elmenni vele tényleg sokat. És most meg már, amit most mindjárt megmutatok, most erre is rájöttem, és még ilyen egy-két apróság, amit majd így, hát nem tudom, nem is tudom, hogy említésre miért méltó, mert tegnap elmondtuk, mindegy, ami még majd lesz, azt arról még beszámolok. Most első körben elmondanám, hogy mit fedeztem fel. Mutatom. Látjátok, van hozzá konkrétan egy ilyen applikáció a kocsihoz, ami rendesen mutatja, hogy mi a helyzet. Tehát most töltőn van, elvileg nem tudom, lehet nyitva hagytam az ajtót, vagy azt nem tudom, mizu, meg hogy nyitva van kint a kocsi, azt majd mindjárt megnézzük, azt nem tudom, mennyire igaz. Mindenesetre beregisztráltam a kocsit, és tök jól lehet látni, itt írja, hogy ugye 3 óra 35 perc múlva kész, be tudom indítani a klímát. Most erre kíváncsi leszek, hogy mi történik odakint. Ezt még elpróbáltam ki, most töltöttem le, és nagyon megörültem. Mert ez például reggel, mondjuk az a vicc, hogy ma volt az a nap, amikor tényleg úgy indítottam a napomat, hogy fölkeltem ilyen, hát mindegy, maradjunk annyi, hogy jó korán. Hideg volt, deres volt a kocsi is, minden, tehát ez a tipikus ilyen már ilyen fagyasztó reggel, amikor beszáll az ember a kinti kocsiába, hogyha kint áll, ugye nem garázsba, beszáll az ember, beindítja, jó esetben, ha van ülésfűtés, akkor az aránylag hamarad meleget, viszont ugye maga a motor, mire felmelegszik, ha nem megy sokat az ember, ha innen mondjuk nem járnék be Pestre, hanem csak így Érd, vagy valamilyen környékbe elmennék, akkor föl sem melegedne a kocsi, és egyszerűen lefagynék, mire odaérnék, és örülnék, hogy végre kiszállok a kocsiból, és bemegyek a meleg házba. Most ennél, egyébként még mindig teker, ennél brutál jó, tehát tényleg egyszerűen nem bírom hangsúlyozni, hogy mennyire jó az a tulajdonsága egy ilyen elektromos autónak. Jeges az egész, minden, beülök, megnyom az ülésütést, az nyilván ugyanúgy rögtön meleg, de tényleg annyira, annyira jó ülésütés van benne, hogy nagyon, és beindítom, hát én úgy mondom, hogy bekapcsolom a kocsit, és rögtön jön a meleg, tényleg, tehát azonnal. Elvileg elkezdett, hát nem klímázni, hanem ugye beállítani a 22 fokra az autót. Hát jöttök most a klimatizálás befejezése. Indulási időpont. Aha! Töltőállomás. Ez hogy kezdi el tölteni, vagy? Mert nem tudom, próbálom úgy mutatni, hogy azért lássátok, mert kicsit ugye a fényerőkkel bajok vannak. De itt, ahogy látom, most ezt nem fogom, hoppá, ezt most nem fogom beállítgatni, de az indulási... Miért például állapotának leíves az uzal? Jó, oké. Na, szóval az indulást be lehet állítani. Gondolom ugyanúgy be lehet időpontokra, itt mondom, itt van hétfő, minden nap itt van időpont, be lehet állítani, hogy elkezdje már magát fűteni. Vezetési adatok, 41 km-es útszakasz,
Átlagsebesség 25 km/h. Fű, ilyen lassú voltam. Átlagos energiavisszanyerés, átlagfogyasztás. Miért van két átlagfogyasztás? Azt mondjuk nem értem. 17,6 kWh, 100 km átlagfogyasztás, másik pedig 7,4 kWh, 100 km átlagfogyasztás. Menetidő 1,5 óra. Hosszú időtartam. Várjatok. Fú, most valami mást írt ki. Menetidő 81 óra. Hú, útszakasz 2500 kilométer. Van itt mindenféle, jó pofa. Meg elvileg ez egy komplett GPS. És hogyha én beírom, hogy... Jó, azt ne. Jó, ezt se. Beírom, hogy Érd. Mondjuk Érd Magyarország. És menjünk oda. Út a gépkocsihoz. Nem, az egyik se. Hogy mi? Hoppá. Hú, várjatok, ez még nem... Valahogy nem... Ezt most így nem értem. Kiírta, hogy 5 percre vagyok. Ja nem, 5 méterre vagyok a kocsitól. Hát jó, oké, köszi. Ezt igen tudjuk. Na még egyszer. Érd. Érd Magyarország. Ez nem ért. Ja, na! Jó, fel kell húzni és navig. Most ez mi? Ez minek az a... Ja, térkép. Ja, hogy megnyitotta azt? Aha. Ez ilyen integrált. Ja, most nézem ott a Google. Jó, akkor ez nem teljes értékű GPS, hanem átvisz a, hát most speciál, az ugye a Google-é, de viszont az iOS-en nem a Google-nek a térképe van, én úgy tudom. Úgyhogy gondolom érzékelt, hogy az rajta van a telefonon, hogy oda dobod be. Gondolom másik alkalmazásba is átdob, hogyha éppen az van, hogy be se töltötte most a blokkat. Jó, hát ahogy látom, GPS-re gépkocsi tulajdonságok. Na, itt írja, ez a szervizt is kötelező. Szerviz 23.500 km után. Most 6.673-nál járunk. Azt írja, hogy 438 nap, mire el kell vinni szervizre. Az mondjuk nem rossz. Tehát az több, mint egy év. Klimatizálás, maximális töltelem max, akkumulátor alsó töltés, ha terjedtek 30. Jó pofa. Most nyilván ezt még azért kezelgetnem kell, mert hogy rájöjjek, hogy mizu. Ja, na, most be van zárva. De eddig nem értettem, hogy... Na, nézzük meg, hogy mit csinál most a kocsi. Szerintem én azt mondom, nézzük meg, hogy most tényleg bekapcsolta a fűtés. Az AC gomb világít, az sosem világított eddig. Megzumok. De... Srácok és kajok, megy a ventilátor és megy a klíma. Hát ez nagyon jó. Hát ez állat, de kajok. És most leállította, hogy betettem a kulcsot. És most nyilván azt fogja csinálni, amit itt nyomkodok. Hát ez nagyon jó. Ez kajak tetszik. És most ne felejts el a mobilt. Ók. Igen, mert hogyha Bluetooth-on rákapcsolottok a kocsira, akkor igazából ahol abba hagyod a számot, tehát ahol megszakad a kapcsolat és kiszállsz a kocsiból, ugyanonnan fogja folytatni. Én le vagyok maradva, egy kicsit így a technikával bevallom, nekem ez is újdonság volt, nekem ez nagyon bejön.
hogy tényleg nem kell USB-zni, pendrive-ozni, ami a telefonon van, rögtön elkezdi játszani, és még szól is, hogy ne adjam itt a telefont. És várjátok, most becsukom. És arra vagyok kíváncsi, hogy újra elkezdje, hogyha bezárom. Mindent bezárunk. Értesítés engedélyez? Ja, jó, most ki is kapcsolt magát, tehát ez így. Hopp, jaj! Hopp, jaj, ne! Most véletlenül leállítottam szerintem a töltést. Aha. Most töltés indítás. Ennyi végül is. Erre nagyon jó ez az app. Biztos, hogy tud még egyébként több mindent is. Itt valami olyasmiket is hírogatott, hogy a forgalmat nézi, meg mit tudom, a tipikus GPS-ek ugye. De jó, hát ezzel most nem fogok szórakozni. Azt most menet közben majd, hogyha van valami tapasztalatom ezzel kapcsolatban, akkor azt elmondom. Mindegy, ez az app, én most jöttem erre rá, ez nagyon jó. Amire még rájöttem, én most ugye Bennettel keresgéltük a töltőket, meg hogy mi hogy van, és most jöttem rá igazából, hogy tulajdonképpen valójában hogy van ez az egész. Van ugye a sima konnektor, ami az a legalapabb. Van a utána a félig gyors töltős dolog, azok az elműs csatlakozók. Töltő, és van a villámtöltő. Én azt hittem, hogy csak van gyors töltő, és akkor puff, meg az itthoni, és akkor ennyi. De mint kiderült, a villámtöltő az már most is nagyon sok helyen fizetős, vagy úgy csinálják meg a szolgáltatók, akinek van ilyene, mert ez nagyon ritka. Én most úgy olvastam, direkt neten is utána jártam, és úgy olvastam, hogy ezek eléggé nagy beruházást igényelnek a cégeknek, és ezt már azt hiszem az elműnek nincs is ilyene, nem ezt külön a cégek csinálják. A MOL-nak például van, ha jól tudom, 2 töltőállomásom van. Az egyiket nem tudom, hol van, arra nem találtam rá, a másik az viszont ott van az arénába. Azt még ki szeretném próbálni egyébként. Nem tudom, hogy bele fog elférni a napba, remélem, hogy bele, illetve remélem, hogy nem merülök le, és el tudok oda is jutni. Mert arra kíváncsi lennék, elvileg az tényleg 20 perc alatt feltölti. És ennek az app-nak, ha jól tudom, az az előnye, hogy ugyan én ezt nem tapasztaltam, de hogyha a legtöbb elektromos autó 80%-ig így feltölti magát, és utána a csepptöltés az nagyon lassú. Viszont elvileg ennél ugyanolyan gyorsan megcsinálja. Tehát 80 után se lassul le. Ha minden igaz, egy ilyen fél óra alatt teljesen feltölt, a nulláról. Tehát igazából, ha jók a számítások, meg így amiket olvastam, akkor én oda megyek a MOL-hoz, az arénához, és nyilván nem teljesen lemerülve fogok oda menni, gyanítom, hogy egy kávé után fel is töltődik. Amire azért nagyon kíváncsi vagyok, mert hogyha ez tényleg így van, akkor olyan környékeken, ahol van egy ilyen gyors töltő, ott nagyon jól el lehet vele lenni. Tehát ott igazából már nincs az, hogy annyira hiányozna a benzin. Most elindultunk, srácok, az arénába. Megnézzük azt a villámtöltőt, mert csak. Mert miért ne? Igen, kíváncsi vagyok tényleg, hogy most majd odaérünk nem tudom mennyivel. Egyáltalán arra vagyok első körben kíváncsi, hogy működik-e. Lehet-e tölteni valóban, mert az oké, hogy a neten azt írták, hogy lehet, meg működik, de valójában nem tudjuk, hogy tényleg működik-e. Fú. Na, cse van. Fú.
Úgyhogy igen, azt leteszteljük, hogy mégis mennyi időt fog kiírni, meg hogy működik, mizu. Aztán Máté meg majd itt osztja a véleményeket, mert még nem ült az autóba. Vagy nem. Mennyink van most? 103 kilométerünk van még. De hogyha felveszünk kabátot meg ilyenek, akkor több lesz. Eco módban megfagyunk, de legalább eljutunk 118-at. 118 lett. Nagyon sokat számít a fűtés. De tényleg. De én fázom, úgyhogy... Azzal úgy nem hiába. Nem baj, én ezt... Én ezt akarom. És mi a vélemény így első körbe? Nekem bejön. Városba vennék ilyesmit egyébként. Mondja három dolgot, ami bejön róla. Három dolgot? Ez a legjobb. Ez itt ez a legjobb. Ez. Már ha látszódott ez. Jó, akkor ebben megegyezhetünk, hogy ez mindenkinek ez. Bejön. Mindenkinek rohadtul tetszik ez a kék csík. Ez az ezüst karbon is egész jó. Viszont ami nagyon nem jó, hogy itt olyan, mint egy valami ilyen furgonnak a belseje, hogy nincs semmi borítás ezen a haszongépjármű ajtót tettek föl rá. Úgyhogy hogy végig burkolták ezzel a szürkével, igaz, hogy itt műanyag, itt meg szövet, de akkor miért nem tettek ide az ajtóra, már csak egy csík kellett volna. Ja, aha. Mondjuk ja. Itt van minden esőérzékelő, meg fényérzékelő, meg minden. Szerintem eső. Igen. Szerintem elég sok ilyen cucc van benne, aha. Hogyha kívülről nézed. Hát biztos tud már minden. Egyébként hátul is egész nagy a tér. Mennyit adnál érte? Mennyiért vennél egy ilyet? Hát elsődlegesnek nem vennék. Szerintem. Ezzel mi is így voltunk. Én Pestre vennék. Pont ezt beszéltük a tegnapi másik videóban, hogy ugyanúgy a hibrid, tehát hogyha első autónak kell valami spórolós elektromos, akkor az hibrid. Ha másodiknak, akkor viszont egyértelmű, hogy elektromos. Igen, végül is. De ha már ilyen 30 kilométernél messzebbre jársz, esetleg külvárosból jársz, akkor már néha kevés tud lenni, ha hirtelen közben jön valami és dolgod lesz. És hazafelé még be kéne ugranod valahova, és nem akarsz a töltővel időt húzni, akkor igazából kevés tudna lenni. De ha mondjuk 10-20 perc alatt mondjuk kávézol egyet, és annyi idő alatt feltölt úgy, hogy hazajutsz vele, az már nem jó is jó marketing fogás amúgy. Az már nem is rossz. Benettel. Nincs az Isten, hogy úgy mész oda a mókutra, hogy 20 percig tölteni, csak várod a töltést, hogy nem veszel valamit, és csak ülsz a kocsiba. Nyilván az is egy lehetőség, de elég gyanús, hogy valamit fogsz venni. Igen. Még egy, ami eszembe jutott, hogy ez tökéletes vlogolni. Tök kus van. Ja. Nem szó, hogy mint a BMW vagy a Honda, lehet benne beszélgetni, és ti is hallotok mindent. Igen, hogyha valaki, vagy ha csak vlogolni videózunk, kell egy autó, akkor ez jó. Amúgy arra tökéletes, de igen. Van valami jó hangú autó előttünk, akkor az hallatszódik, nem igen, az, amiben igen. Megyünk. Igen, ez jogos. Nem utolsó szempont. Nekünk nem, igen. De egyébként sokkal előbb ülnék egy ilyenbe, mint egy izébe, egy i3-asba például, az nekem nagyon nem. Nekem sem, én is ezt mondtam a Bennettnek, hogy nekem az, én pedig szeretem a BMW-ket, de azt az i3-ot, azt nem, azt inkább hagyjuk. Ezerszer más, nagyon sok másik elektromos autó van, amiben az meg lámpa nélkül, meg jó van. Nagyon sok más elektromos autó van, amiben beülnék. Az mi az off ott? Az kipörgésgátló? Vagy nem, az a hanggenerátor. Ja, az. Az olyan, mint hogyha kikapcsolod az a kipörgésgátlót. Úristen, vigyázz! Az még mindig a mai napig zavar, hogy nem lehet kikapcsolni sajnos. Mert annyira visszafogja a kocsit, de annyira. Boldog ünnepeket! Kis karácsony. Ez így szépen lassan rájövök, hogy pontosan micsoda, mi mit akar. Hogy kell. Melyik pedál mit csinál. Igen. Nem, tényleg egyszerűen így tudod, belül az ember egy számára teljesen új kocsiba, mert tényleg nekem még az is új volt, hogy a Bluetooth-ra hogy kell a rádióhoz rákapcsolódni, és hogy tök jó, hogy kiszállok a kocsiból, akkor meg nyilván megszakad, de amikor visszajövök, akkor is nem kell újra párosítani, hanem rögtön elkezdi lejátszani. Aha. Nekem ez is új volt. Én még így de mondjuk ilyet tudnak rádiók is. Tudom, persze tudom. Csak nekem nem ilyen van, aztán én mindig USB-zek, azt már megszoktam. Aztán nekem ez is új volt, meg tényleg nagyon sok minden új volt nekem.
nem csak az, hogy elektromos. De van 3 gigám, vagy van. Na, mert akkor például megnézheted, hogy hátha találsz gyors töltőt, tehát ilyen nagyon gyors, villámtöltőt, bocs, úgy hívják. Most már ezt is tudom. Megfoghatnátok magatokra, srácok. Nem akarlak tartani. Meg tök jól lehet spanolni a többi elektromos autóssal. Múltkor oda mentem tölteni, aztán jött a Teslás csávó, hogy jé, hogy ennek is Type 2-es a töltője? Én meg hirtelen még azt se tudtam, mi az, de mondom, aha. Na, ott egy Volt elfoglalta a töltőállomást. Na, amúgy az még olyan hibrid, ami tetszik nekem, a Volt. De az nem hibrid-hibrid, az full elektromos. Abban van szerintem még, az még régebbi, és van benne, mintha lenne benne benzin. Nem biztos. Úgy rémlett, hogy van benne benzinmotor. Kinézzünk a Hősök terére. Mit szóltok? Város. Ma városnéző nap van. Opencharge.map.org. Hát, hogy ez egy ilyen... Nézd oda! Tele van! 2 Opel Ampera. Kemény. Láttad a csatlakozónál? Olyan csatlakozót keresünk, az a villám, ami egy nagy karika, és még van lent 2 ilyen kiállója. Lent még 2 kiálló csatlakozó. Nem olyan szó. Ilyen, tehát ilyen kicsit oválisabb, aha, nem simán kerek. Na, olyat keresünk. Valahol... Az jó. Amerikában kerültem térképre. Az tökéletes. De szerintem lesz ott töltő, úgyhogy mehetünk. Na, jó hír, Európa is tele van. Mi a helyzet? Hú, azért nagy itok így Pestre. Ez azt is jelzi, hogy foglalt, vagy nem foglalt? Gyere. Azt a rohadt, figyelj már, mennyi van Pesten, néz. Van, sok van. De ez mennyi? Hát ez több száz. Villámot keresünk. Ez mind villám. Nézd meg, villámok vannak odarajzolva. Biztos, hogy nem mind villám, az ritka. Várjál, hol vagyunk most? Szerintem az ritka. Várjál. Hősök terére. Blaha, várjál. Zaklatunk, vagy mi. Arra nincs, de van. Az a vicc, hogy elvég a Lidl-nél vannak ezek a kutak. Néztünk egy térképet, és szinte az összes kút a Lidl-nél van. És ezek gyors töltők elvileg. Vagyis mi villámtöltők. És hát még rajta van a felirat is. Na, itt van, látod, ez CCS. Ez a CHAdeMO, meg a... Ez mit tud? Nézzük meg ezt. Ez csak egyben jön, az összes. Az, amit mondtál. De azért megnézem a másikat is. Mindegy, mindkettő 50 kW. Jó, de kíváncsi vagyok, hogy a... Szóval ez ilyen. Azt mondja, hogy érintse meg a képernyőt. Ez... Már igen, na, nekünk nem ilyen van, nézd. Ez, nem, ez nem az. Igen. Na, én most a képernyőt nézem, várjál. És ez meg a sima. Igen, és ez meg nézd, ez meg a sima. Nem. De várjál már. Dick! Ezt most buktuk. Jó, kielemeztük, és most buktuk el az egészet. Sírom. Ezt a gombot kell megnyomni szerintem most. Dick! És csak ez nem vajon? Na, akkor keresünk még egy Lidl-t, jó? Amúgy nem lehet, hogy csak akkor működik. Nincs időpont odaírva, hogy mikor megy? Nem nyitvatartási időben megy csak? Véletlenül? Lehet, hogy ezt ezért buktuk el, igen. Viszont ezt nagyon kipróbálnám. Ez számomra kellemes csalódás, hogy én tegnap az interneten azt néztem, hogy a 2 MOL kúton van ilyen töltő, ez, konkrétan ezek. És ezen most nagyon meglepődtem, hogy a Lidlöknél meg van. Nekem erről nem szólt senki. Azt írja amúgy, hogy 1 óra ingyenes töltés. Ha vásárolsz. Nem, csak annyit ír, hogy 1 óra ingyenes töltés. Igen, ez az elektromos autózás rejtelmei című videó, szerintem. Ajaj, megint visszagombot nyomtam. És hogyan kezeljük a telefonunkat jobban, mint Máté? Egyébként jó az alkalmazás, de ne lépjetek vissza soha, mert akkor bezáródik. Bence most nézi meg, hogy ez sem működik. Igen. Azért, ezek tudja, hogy csak akkor működnek, amikor megy a Lidl. Igen. Viszont, ezt mondom, ez kellemes, szimpatikus. Kellemes csalódás, nem akarok itt reklámozni a Lidl, de hát hogyha egyszerűen tényleg ilyen jó dolgot csinált, akkor hát basszus, megérdemli. Akkor megnézzük a MOL-t, jó?
mert... Ja, hát mondjuk még 3-4 alatt éppen. Attól mi megnézhetjük. Töltsük tele. Várjuk. És ezt mit? Megvárjuk, amíg zöld lesz a lámpa. Itt maradunk reggelig? Figyelj már, én el vagyok itt veszve. Én sem tudom merre kell. De a villamos mindig el akar ütni minket. Amúgy ez már második villamos kaja. Itt milyen gyakran szokott lenni baleset? Nem tudom, de ez egy nagyon jó kereszteződésnek tűnik. Hát, hallod? De most kaja. Mindenki arra megy, amelyre szeretne. Én azért ismerem úgy a kereszt, de ez egy kicsit erős. Meg ez is. Ja, most Jézus Mari. Na, srácok, támadt egy olyan gondolat, hogy engedi a kocsi töltés közben, hogy elinduljunk. Vagy szól, hogy halló, halló, hülye vagy, hát először szed ki a kiszedni valót. És megpróbáljuk egyrészt bekapcsolni. Jó, itt már oké. Okay. Na, már el se indítja. Kiírta. Hülye biztos az autó. Hülye biztos, igen, várjál, mit én, hogy írta ki. Battery charging, engine, cannot... Start. Na mindegy, szóval nem tudjuk beindítani. Jó, akkor ezt is tudjuk. Ez nem. De ez nem ér el, ez kirekültes. Fordulj be. Ide ne gyertek tankolni elektromot, mert nem jó. Ja. Móléknál nem működik. Lidlnél működik, Molnál csak nem most. Itt van tök jó, tök új zsír. Új, ez nagyon. Szóval lassan haza kell mennünk, mert sehol nem tudunk tankolni. Hát, srácok, ez a gyors tőt, de azért, ha tudom előbb, hogy a Lidlnél van, akkor elmegyek a Lidlbe. És kíváncsi lettem volna, hogy mi a helyzet vele, de... De hát így nem tudom. Én tényleg azt terveztem, hogy bejövünk, megnézzük a töltőket, hogy mi van, hol, merre, és találunk valami villámtöltőt. Találtunk is, csak éppen egyik sem működik. A Lidlnek érthető okból nem működik, mert ne töltögessék ott az emberek a kocsiaikat a parkolóba, csak hogyha bemennek vásárolni, és nyilván mivel nincs nyitva, ezért az sem működik. Viszont a Molnál ez elég gáz, hogy nem működik. Ez elég nagy mínusz nekik, szerintem, pedig én amúgy molpárti vagyok, mert szeretek ott tankolni, de mindegy. Van egy Kelenföldön is. Gyors töltő. Evo Pro székház. Gyors töltő Kelenföldön. Azt a rohadt. Mi az? Az áramért nem kérnek pénzt, de parkolásért igen, parkolási díj 5000 forint per óra. Az igen? Ezt kihagyjuk. Annyira benzint is lehet venni. 5000 forint per óra! Mindjárt megtudjuk. 20 perc. Találtunk egy molkutat, ahol működik a töltő. És 20 perc alatt elvileg feltölti. Ami elég jó. Itt van, mutatom, srácok, ez nagyon tölt. Hát, itt 400 volt, 38 kilowatt. Azért ez tölt rendesen. Ezt megcsapni egy kicsit, ez táncolnál. Igen, meg tényleg itt a diagram is tök jó. Igen, azért már így már lehet. Így már lehet szórakozni. Így már több a menetidő, mint tényleg a töltés. Akkor ezek szerint kb. Ez az egy, ami működik. Meg az Lidl-eset ki kellett volna próbálni. Igen, az ugyanez, az tudja, hogy ugyanez. Gyanítom el is. Na, úgyhogy ezt megtudtuk, hogyha lesz még egyszer egy elektromos autó, mondjuk egy e-golf, vagy akkor valami hasonló, kezdjük. Akkor biztos, hogy ide fogunk. Ez lesz a törzshely, azt tud is. Igaz az, hogy ennek az aksia az nem csak 80%-ig tölt, hanem teljesen ugyanolyan gyorsan feltölti. Mert egyébként van, amelyik nem. Nem teljesen, mert 95 körül lelassul. Na jó, de van, amelyik már 80-nál megkotlik. És ja, már, igen, ott, és már igen. Ott csak így cseppeket tölt. Igen. Hát, csepptöltésen van.
Hát ez 95-ig elég gyorsan fölment, onnantól tényleg lassú. Ja. Onnantól csepp töltésre vált azért. No heroes.